Sistereg a készülék, majd felhangzik a Temerini Rádió közismert spicce. Erősebb a leadó, és beszüntettek több kalóz rádiót is. Ezek ugyanis zavarták a helyi adóműsorát. Most tisztábban fogható az adás, mondja Ágoston Mária igazgató. Valószínű, hogy egy ilyen kalózadó most eltűnt, és ennek köszönve lehet a Temerin Rádiót újra hallani. Tavaly júliusban belecsapott a villám a Temerini Rádió leadójába, és tönkrement a felszerelés jelentős része. Akkor kölcsönkért adóval sugároztak. Időközben a tartomány segítségével sikerült helyreállítani a rendszert. Így most a Temerini Rádió 50 kilométeres körzetben fogható. Az igazgatónő szerint fontosak a helyi adók. Az embereket sokkal jobban érdekli az, ami közvetlenül a környezetükben történik, mint pedig a, mondjuk rá az országban vagy a világban. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy 40 év után is ez a kétnyelvű rádió a mai napig még működik. A Temerini Rádió 1970. május 1-én kezdte el sugározni műsorát magyar és szerb nyelven. A magyar nyelvű műsor naponta 6 órát tesz ki.